Nem sikerült a bravúra a magyar labdarúgó válogatottnak. 0-2 arányú vereséget szenvedett hazai pályán Olaszországtól a Nemzetek Ligájában. Az eredetileg biztos kiesőnek elkönyvelt magyar csapat a következő Nemzetek Ligája idényt is a legmagasabb szintű csoportokban játsza. Hatalmas érdeklődés övezte Budapesten a Magyarország-Olaszország Nemzetek Ligája labdarúgó mérkőzést és a Puskás stadiont megtöltő közönség ezúttal is fergeteges hangulatot teremtett. Márko Rossi szövetségi kapitánya a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón külön kitért arra, hogy bár régóta tevékenykedik a labdarúgásban, ilyen hangulatot, mint a magyar válogatott mérkőzésein sehol sem tapasztalt. Ami pedig az eredményt illeti elmondta, Ezúttal nem sikerült a meglepetés. Mi örültünk volna, ha ismét sikerült csodát művelni, de amikor ilyen csapatok ellen játszol ezen a szinten, ilyen minőségi játékosok ellen, akkor majdnem hibátlanul kell hozda a mérkőzést. Másfelől pedig reménykedni, hogy az ellenfél viszont elkövet hibákat, tehát melléd áll a szerencse. Sajnos ma este mi követtünk el egy-egy hibát. A mérkőzés volt az utolsó a címeres mezben Szalai Ádám számára, aki bejelentette visszavonulását. A búcsúja a közönségtől igen emlékezetes marad, sírva énekelte a himnuszt, majd lecserélése után az egész stadion egyemberként felállva tapsolta meg.